A hazai csapat kezdte jobban a meccset, az első negyedet 28-12-re nyerték a fővárosiak. A második 10 percben éledezni kezdtek a cápák, 9 pontot ledolgoztak hátrányukból a nyíregyháziak, sőt a harmadik negyed végére utól is érték a Mavcot Búsék. A mérkőzés egészen a hajráig nyílt volt, az utolsó percek viszont a hazaiaknak sikerültek jobban, így a Blue Sharks 9 pontos vereséggel távozott a gabányi csarnokból. Kicsit fegyelmezettebbeknek kellett volna lennünk, illetve több ilyen mérkőzést kellene játszani. A mérkőzés első negyede nagyon nagy Mavc fölénnyel indult, de ilyen előfordul egy mérkőzésen. A hazai csapat nagy lelkesedéssel, nagy lendülettel kezdett, és ráadásul be is estek azok a dobások, amik elég kockázatosak. Ez kétélű fegyver, hogyha ezek kimaradnak, akkor nagyon csúnya dolog tud történni a hazai csapat szempontjából. Viszont nekik beesett néhány dobás, mi sajnos az első időszakban nem találtuk el a gyűrűt, és nem volt a legjobb dobóformánk. Ennek eredménye volt az, hogy az első negyedben elhúzott tőlünk a Mavc, viszont erősek voltunk, nagyon szépen visszajöttünk, és a második félidőben volt is olyan szakasz a mérkőzésnek, amikor átvettük a vezetést. A nyíregyháziak a héten nem játszanak bajnoki meccset, viszont pénteken Miskolcon HEP Kupa mérkőzésen lépnek pályára cápák. A Mavc nagyon jó csapat, ráadásul a hazai pályájuk egy picit furcsa számunkra, a talaj más, műanyag talaj van, ami nem ugyanúgy tapad a és nem ugyanolyan irányváltoztatások vannak a megszokott cipők által, úgyhogy kell egy picit nekünk erre a mérkőzésre speciálisabban is készülnünk. Mi tovább szeretnénk jutni, a HEP kupában nagyon jó ott lenni a Final Four-ban, és mi szeretnénk ebben az évben is ott lenni. Felkészülünk erre a találkozóra, megint lesz egy pici hátráltató tényező, a mai nap délután a srácok néhányan elutaznak Szegedre egyetemi mérkőzést játszani, ami ugye azért fárasztó egy picit, mert este van a mérkőzés, éjszaka jönnek vissza, kedden délután kapcsolódhatnak be igazából újra a csapatnak az edzés munkájába, de hát nincs mese, föl fogjuk venni ezt a küzdelmet is, és természetesen szeretnénk Miskolcon is győztesen távozni a pályáról. Visszatérve a bajnoksághoz, az NB egy B-piros csoportját a Veszprém vezeti 100%-os teljesítménnyel. A Nyíregyháza a Blue Sharks 6 győzelemmel és 3 vereséggel az 5. helyen várja a folytatást.